Játékos szecskalvató keretében felavattuk őket. Ilyen ez a keserű méz, amíg ész nem számít, hogy a tűz után jön a csontró árvíz. Keserű méz, amíg érzem mindegy, ilyen rossz vagy jó az íz. Ilyen ez a keserű méz, amíg ész nem számít, hogy a tűz után jön a csontró árvíz. Keserű méz, amíg érzem mindegy, ilyen rossz vagy jó az íz. Csak is éjjel, sose kérdez, milyen. Egy utolsó kihívás még hátra van. Most megmutathatjátok magatokat diáktársaitoknak, tanáraitoknak, hogy milyen műsorral készültetek számunkra.
Erős vár a mi Istenünk! A holnapi nap, amikor már levettétek az óruhát, és most már nem szecskák lesztek, hanem teljes jogú polgárai gimnáziumunknak, így kezdődik az új nap. Jézus mondja, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Hölgyek, urak! Sokfelől érkeztetek, nem csak hely, ügyileg, intézményből is. Nem tudjuk, hogy milyen volt, részben van rálátásuk, hogy milyen volt az előéletetek. De én azt kívánom nektek, hogy mindenféle rosszat, ami volt az életetekben, és ne adj Úristen egy-két olyan trehányság, lazaság, rossz szokás, le tudjatok vetni magatokról, hogy megmentődjetek. Mindegy, hogy mi volt ez előtt, a cél az, hogy láttátok az egyik, nem vagyok ebben jó, de talán performance előadásban, egy néma játékban, hogy egy sikeres érettségit tegyetek. De a sikeres érettségi mellett az, hogy jó emberek legyetek,
a sokkal fontosabb. Mind a kettő fontos, az érettségit se felejtsétek el, hiszen akkor általatok a Jézusi arc tükröződni fog, és talán megmenthetjük a világot, de a szűkebb környezetünket mindenképpen. Úgyhogy Isten hozott benneteket, érezzétek jól magatokat, szerezzetek sok-sok örömet családotoknak, iskolátoknak, hazátoknak és magatoknak. Erős vár! A gimnázium diáksága nevében nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, immár a rendes gimnazistaként. Ne felejtsétek el, amit néhány órával ezelőtt, eskü alatt megígértetek a végzős diákoknak.